Ismét bővül az Otthon Melege program, melynek keretében immáron a távfűtéses épületekben lévő lakások fűtésének szabályozására, valamint korszerűsítésére is van lehetőség. A 2 milliárd forintos támogatásra a lakásszövetkezetek, továbbá a társasházak nyújthattak be pályázatot szeptember 24-e és 2020. március 31-e között. Hazánkban mintegy 200 ezer olyan lakás van, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható, és ez a költséghatékonyságot, valamint a károsanyag kibocsátást tekintve is problémát jelent. Ebből kifolyólag hirdette meg a kormány az Otthon Melege program új, okos költségmegosztást támogató és radiátorok cseréjére irányuló alprogramját, melynek célja, hogy olyan eszközök kerüljenek a fűtőtestekre, amelyek által a lakók nyomon követhetik a hőfogyasztásukat és csökkenthetik a távhőszámláik összegét. Az alprogram keretében társasházak, illetve lakásszövetkezetek tudnak pályázatot benyújtani. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtásához természetesen közgyűlési határozatra van szükség, attól függően, hogy milyen társasház vagy lakásszövetkezetről beszélünk. A támogatás mértéke az akár 50% is terjedhet. Van egy minimum összege 150 ezer forint, és a maximum összeg az pedig 75 millió forint. Lakásonként maximált összeg pedig 350 ezer forint. Vissza nem térítendő támogatást kapható többek között az adatgyűjtő és az okosmérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszerek kialakítására, az okosmérésre nem alkalmas költségmegosztók, valamint a radiátorok cseréjére, továbbá a csőszerkezet egycsöves rendszerről történő átalakítására egyaránt. A nemzetközi felmérések szerint csak a hőfelhasználás szabályozásának lehetővé tételével mintegy 10%-kal csökkenthető a fogyasztás. Minden otthon melegű programunknak hármas célja van. Egyrészt az, hogy a lakóépületek és háztartásoknak az energetikai korszerűsítését segítsük. Második cél, hogy olyan intenzitású, visszanemtérítendő támogatásokat adjunk, amely biztosít a lakosok számára ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását, és a harmadik és legfontosabb cél a háztartásoknak a rezsikiadásainak a csökkentése. A 2014-ben indított programban eddig 36 milliárd forint kormányzati támogatást kaptak a jelentkezők, több mint 300 ezer háztartást érintettek a korszerűsítések, amivel évi 300 millió kilovattóra lakossági energia megtakarítást és évi 130 ezer tonna széndioxid kibocsátás mérséklését lehetett elérni. Az újonnan meghirdetett pályázatokat szeptember 24-e és 2020. március 31-e között lehet majd benyújtani.